egyelőre várunk. A vasút sínpár közepén, a fékpiskó jobbra, a keresztrút balra, hűségesen fekszem én. Zsebembe dollár, eszemben tükör, a lábam színarany, a láthatáron tündököm. A Sirius feljött, a hajnal hasad, március lesz már meg, és én itt fekszem, várom a kedvenc, vonatom. Megreszket a föld, hallom a mozdony vezető szavam, a fűtő slaggal öntözik egy fotya utas, és az étkező kocsiban három zenész. A kártya járja most. Körös körül pohár. És a vonat váratlanul megáll. A dobos kinéz, és nincs állomás. Mi lehet ez? Váratlan akadás. Egyre jobban hallom. Ó, az étkező kocsi zenéjét három mérföldről, Ohiótól északra, a két folyó egyesül. És már tudom, hogy lelapulva a földre, miattam megállom. És én hátul sebesült lábbal felkapaszkodom. Gyönyörű 1980 és még az utolsó kocsi vakfogózója az volt a pénz. De már birka megcsillant a fény. Erősen megragadtam én. Az utolsó kocsi felirata. Ez a Gassner stúdió. Te kedves idegen. Senki nem jár már Tibetbe, drága. A nászutasok mind a kéménybe bújnak. Kis Bence, Nagy Bence, Atommár, Kemence.
belám. Valaki mesekönyvet hoz. Régi, régi, ócska. Gyermek grafikával, kivágott képekkel. Első a tündér, aztán a gomba, aztán a varázsló, aztán a mostoha, aztán Miss Universe, aztán a május, aztán a vőlegény, aztán a mágus. Különös birkadat. A büfés kocsi egyik ablakán és másikon érdeklődő fejek kifekszik ott. De én már messzire álltam. Egy bábút hagytam ott. Vesztegelt a vonat, és én felkapaszkodtam. Micsoda sebesség. Micsoda kapaszkodó, az utolsó vonat, az utolsó állomás előtt.